Hé, közeleg a nagy nap, és még semmit sem vettél? Vagy pontosabban, amiket eddig beszereztél, azok már mégsem tűnnek annyira jó ötletnek? Bízzátok csak rám, skacok! Itt van a szerelem doktor, aki most aztán mindenkinek megmondja a leges, legjobb tippeket. Meg hát itt van amúgy velem a segítőm is, ő itt szerelembe ejt elek. Úgyhogy figyelj, ha már tavaly is haragudott rád a barátnőt, hogy egyszerűen csak egy szívecskét rajzoltál neki egy lapra. Nézd csak szívem, ezt neked készítettem. Oké, és ez minden? De nyugi, nincsen veszve semmi, a mai videóban szuper ötleteket fogunk majd megnézni. Valószínűleg nevetni is fogunk sokat. A végén pedig kitárgyaljuk, hogy mégis mire jó ez az egész Valentinna. Úgyhogy mit tesz minden normális ember, hogyha elfelejti az ajándékot, rögtön a TikTokhoz fordul, és megnézi, hogy milyen ötleteket ajánl fel neki. Oké, hát azért van egy szint szerintem, ami egy picikét már overkill, tehát azért egy ilyet én biztos nem csinálnék, de nem tudom, te mit szólsz ehhez? Szerinted normális dolog ez? Ő is azt mondja, hogy nem, tehát azért oda kell figyelni a másikra, de hát na, azért az mégis mi volt? Na ez mondjuk már azért tetszik, tehát hogy egy ilyen kis aranyos kis hozzáadott kis érték, az a kis különleges kis saját titkos emléketek lesz majd ott, és ezt ki fogja amúgy feltakarítani? Jézusom! 80 darab mécses, hát gyerekek, ez kitakarítja fel amúgy, amikor Maci az aranyos volt, de az a kandóló is azért adja, de... Na jó! Amire senki nem számított. Tudjátok, mindenkinek van az a tipikus ismerős, aki úgy áll ez az egészhez, hogy Valentin nap? Mégis mekkora hülyeség ez? Ezt egyszerűen csak a kapitalista cégek találták ki. Profitot akarnak. Eladják a sok rózsát meg a bort. Erről szól a Valentin nap. Majd pedig, mikor egy év múlva összejön első barátnőjével, akkor aztán pontosan ilyen cuccokat csinál, tehát, hogy... Jó, mondjuk ez kreatív volt a csattanó a végén. Igen, ki gondol ilyenkor a magányos emberekre? Valentin akkor mégis mit csinálj akkor, ha nincsen barátnőd vagy barátod? Srácok, én gondolok rátok is, meg lányok is. Lájkoljátok ezt a videót, és akkor úgy érezhetitek majd, mint hogyha együtt lennénk, és barátok lennénk, és jóban lennénk, és jókedvűek lennénk. Aha, kezdődik itt is a takarítás. Közben emberünk elmeséli azt is, hogy neki ez milyen nehézségekkel jár. Különböző kamu virágokat kell szerezni, ezt fellógatni. Mondjuk ez amúgy nekem is tetszik, tehát hogy ezt nem túl nehéz felrakni, lufikat felfújni, azért az már egyszerűbb, a végén már el is ájulsz a sok fújástól. Figyelj, ez egy közepes díszlet. Mármint, hogy én sosem kérnék ilyet, vagy hát sosem tetszene annyira durván, de a többihez képest azért nem rossz. És a végén pedig a csattanú, ő is egyedül van. Maci is aranyos, minden aranyos, mindjárt megfordul, egyedül vagyok. Jó, nem, ez nem derült ki. Igazából az előző csajos videó után már mindenre azt fogom majd hinni, hogy igazából szingli. Azt, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy kinek van egy egész tükör fala a szobáján, tehát ott a hátsó fal az csak tükör, és még mozog is a tükör, tehát ez egy tükör ajtó ráadásul. Ja, és akkor most megint ott vagyunk, hogy mennyi műanyag, mennyi minden szemét, amit aztán ki kell majd dobni a földnek, felmelegszik, ott vannak a lufik héliummal, nézd meg, veszélyes gázok a levegőbe. Elég lett már csak azt a dobozt odaadni. Vagy egyszerűen csak egy puszit adni neki, meg egy pacsit. Mielőtt még tovább haladnánk, itt egy kis kihívás neked. Ha most 5 másodperc alatt meg tudod nyomni a like gombot és a feliratkozást, akkor 25 évnyi szerencse vár rád. Próbáld hát meg gyorsan. Jézusom! Az első képkockát meglátod és azt mondod, hogy remélem ez egy filmből van kivágva, vagy konkrétan csak a TikTokra forgatták ezt a videót. Hát ez mi? Nem is kell neki. Figyelj! Nem kell nekem ez az egész. Na hát, igen. Ez egy ilyen sketch volt, egy megjátszott sztori, de azért na. Gyerekek, én Valentin napra leges, legromantikusabb ajándéknak azt tudnám nektek mondani, hogy azt a rengeteg pénzt, amit Luffyra költötök, inkább adományozzátok el egy rászoruló állatotthonnak. Szerintem az romantikusabb. Nem mondod? Hát mondjuk ez komoly. Ez nagyon-nagyon komoly. Igen, a barátnője már itt, hogy felviszi oda, és már innen fel van állítva lufikkal, mindennel. Azt rohadt, jó, azért ez tetszik. Tehát, hogy kicsit azért ellene is vagyok, vagy mellette is amúgy, tehát, hogy még nem foglaltam állást, majd a videónak a végére eldöntjük, hogy pontosan mit is kell erről gondolni. Ez amúgy nekem tetszik. Az is, az tényleg. Gyertyák a minden, hatalmas, gyönyörű háttér. Ez volt eddig a legjobb szerintem. Meg ezek a kraftolósok is amúgy menők, amikor valaki saját maga készít valamit, azok nagyon-nagyon jók tudnak lenni. Mondjuk nekem sajnos nincsen túl sok türelmem meg időm ilyenekre, de ezek a saját kraftolósok szinte... Ja, és ez aha igen, az meg ilyen be lehet törni és közepébe van. Nevét sajnos nem tudom, de az is egy ilyen nagyon-nagyon ötletes dolog. Júj, ez... De várj, most ez mi? Nem, ez nem az, amire én gondoltam. Most mi történt? Ja, hogy a...
beszínezte, benne volt a macidát, az örökre mindent, amikor megfogod, össze fog majd koszolni már, mint hogy arról mindig le fog majd jönni a kis festék, de videókedvéért jól nézett ki végül is, csak hát nem túl praktikus. Az a LED felirat! Érted? Tehát csak az a kis LED felirat szerintem önmagában 100 ezer és 300 ezer forint között volt valahol. Oké. Oké. Azt kell mondjam, skacok, ezt a videót semmiképpen sem mutassátok meg barátnőtöknek, mert meglátja, hogy emberek miket csinálnak Valentin napra, azt fogja mondani, hogy figyelj, én miért nem kaptam ilyet? Jól mondom? Igen, szerintem sem kell milliárdokat költeni csak egy nap kedvéért. Látjátok, ő is megmondja az igazat. Megint kraftolás, ugye? Ötletem sincs, hogy mi készül. Valami... Ja, aha, ilyen... Aha, DIY virágtartó. Ilyet már láttam, hogy a boltokban. Itt most az ember ülmag állítja elő. Azért ez mégis csak sokkal... Ja, és akkor még meg is lehet nézni a belső... Na jó, oké. Ez volt eddig a legjobb szerintem. De szóval igen, visszatérve amúgy az én állásfoglalásomhoz, szerintem tényleg nem érdemes, nem kell, nem fontos, hogy egy nap alatt tényleg ilyen több százezes dolgokat összevásárolgass meg minden. Mármint én úgy vagyok vele, hogy nem sokkal különlegesebb a Valentin nap, mint az összes többi átlagos nap, és igazából szerintem sokkal fontosabb az egy párkapcsolatban, hogy az év minden egyes napján figyelj a másikra, minőségi időt töltsetek, együtt legyetek, támogassátok a másikat, jó emlékeitek legyenek, szóval nem az lényeg, hogy egy napon keresztül ott legyetek egymásnak, hanem az, hogy egész évben és mindig számíthassatok egymásra, szerintem sokkal fontosabb az, mint tényleg egy ilyen kicsit magamutató kis nézd meg én mennyire odafigyeltem a barátnőmre videókat feltöltögetve ezeket lássam. Érdekes, mert ez egyébként egy jó ajándék volt szerintem, tényleg itt sok mindent ő rakott össze, odafigyelt a másikra, látszott, hogy azért törődött ez a dolggal, és legalább nem 100 milliárdból vette meg azokat a lecsíkokat, meg mindent. Nézd, a aranyos kis doboz, mindenből egy pici, első képünk, utolsó. Meghalt a barátja, vagy mi? Első képünk, utolsó képünk közösen. Most ezek szakítottak, vagy elhunyt a barátja? Azt a rohadt. Ja nem, szerintem csak túl drámai vagyok, igazából nem köszönteném fel, és nem írná azt, hogy boldog hatodik évfordulót, vagy hónapot, nem is láttam. Igen, 6 évet, most láttam a feliratot, szóval valószínűleg nem köszönteném fel, és nem venne neki mindent, egyszerűen csak arra utalt, hogy első képünk és a legutolsó képünk. Tehát a legaktuálisabb, és nem az, hogy utolsó képünk közösen, soha többé nem lesz. Hú, egy kicsikét le van harcolva az agyammal, kicsit lassabb lett a felfogásom. De milyen morbid lenne amúgy tényleg egy ilyen TikTok videó, aminek ez lenne a csattanója, hogy amúgy rég nem él már a barátja. Na jól kezdték, apadjuk. Aha, ilyen kis italdobozka. Ez is aranyos volt. Tényleg amúgy remélem azért valakinek adott ötletet is ez a videó, mert amúgy voltak nagyon-nagyon kreatív, nagyon-nagyon szuper jó ötletek, amikért nem is kellett tényleg ilyen hatalmas összegeket kiadni, tehát hogyha mondjuk még diák vagy éppen megtakarítani akarsz, vagy bármi ilyesmi, akkor is egy ilyen kis ajándék is aranyos tud szerintem lenni. Mondjuk a Hennessy azért az nem 2 forint, de be tudod azt is helyettesíteni bármi mással. Úgyhogy srácok, a tanulság, ami piros, ami plüss, ami szívecskés, ami aranyos és cuki, az igazából tökre menő Valentin napra, de nem kell egyetlen napon kompenzálni mindent. Szóval nem fogsz azzal semmit sem behozni, hogyha elköltesz egy csomó pénzt, és az év többi napján pedig le sem tojod a másikat. Szóval inkább figyeljetek erre, skacok. Nem attól lesz valaki fontos, hogy egy napig figyelsz rá. Ezt kell mondjam. Na de skacok, ez lett volna a mai videó. Mindenféleképpen csapjatok szét azokat a lájkokat, hogy élveztétek. Remélem igazából, hogy láttatok egy-két jó ötletet, kreatív ajándékot, egy-két meglepetést, amit esetleg ti is még gyorsan be tudtok játszani. Én most minden esetre megköszönhetek, hogy itt voltatok velem ma is. Mindenféleképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd. És ne felejtsétek, a Valentin nap nem sokkal különlegesebb, mint a többi. Hogyha esetleg szingli vagy, nincsen párkapcsolatod, akkor se búsulj. Hogyha szeretnél magadnak egy igazán jó társaságot, akkor tényleg csatlakozz a csapathoz. Itt a Viccelek csatornán mindenkit imádunk, mindenkit ölelünk és karolunk, úgyhogy tényleg nem kell csüggedni akkor sem, hogyha nincsen kivel ünnepelni ezt a napot. Minden esetre persze azért mindenkinek boldog Valentin napot kívánok előre is, utólag is, közbe is, attól függ, mikor nézed ezt a videót. Nem sokára pedig ismét találkozunk újra itt a csatornán, úgyhogy gyertek vissza holnap is. Addig is további szép estét, és sziasztok!